Mi is küldtünk be 4 mézet, 1 bronz minősítést és 2 arany minősítést kapott, amely úgy gondolom nagyon rangos elismerés a munkánknak, mondta Kis Mihály, aki szólt a 2022-es év nehézségeiről is. Az idei év az elég furcsán kezdődött, hidegek voltak, esőtlen volt, fagyos volt, nem tudtuk, hogy egyáltalán lesz-e valamennyi mézünk is. És nem igazán van rá magyarázat, de csúcstermés volt a kácmézből. Mondhatjuk ezt, hogy csúcstermés volt, és a minősége is kiváló, hisz szárazság volt, és a víztartalma rendkívül alacsony. A mi mézünk, amit beküldtünk, 16% víztartalommal rendelkezik. És ez az esőtlen és relatíve mégis hosszú ideig tartó akácvirágzás tette azt lehetővé, hogy elhúzódott, sok idő állt rendelkezésre a méheknek a gyűjtésre, és ezért jó minőség és nagy mennyiséget tudtak gyűjteni. Ez tényleg jó éve volt a méhészeknek, hiszen volt, amikor már el sem indultak, mert lefagyott az akáca nyírségben. Mi egy természetvédelmi területen gyűjtjük az akácmézet, illetve a méheink. Ez befolyásolhatja abból a szempontból, hisz itt, ahol vagyunk, itt nem a fakitermelés, nem a fa termelése az elsődleges cél, és ezért vannak 40-50 éves akácegyedek is, és vannak fiatal, tehát fiatalitások is. Így rendkívül heterogén az akácvirágállomány, elhúzódó is, és a talajviszonyai, tehát növényvédőszermentes környezetbe gyűjtenek a méhek, ami még pluszba felértékeli ennek a méznek az értékét. Ugyanakkor tehát maga ez a terület, vannak, tehát talajviszonyilag vannak dombos részei, és vannak relatíve alacsonyak. Tehát a víz ellátottsága is rendkívül heterogén, ezért egy nagyon jó minőségű méznek a gyűjtőhelye tud ez lenni. Lassan közelednek a bioméhészethez Kis Mihályék, bár annak még vannak nagyon komoly feltételei. Gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy a vadon gyűjtött mézek, tehát az akác, a hás, esetleg a gesztenye, tehát ami nincs permetezve, nincs növényvédőszerrel kezelve, azok a mézek, nincs biominősítése, de simán lehet bioméznek is tekinteni, hisz vegyszermentes környezetből gyűjtik a méhek. Az atka elleni védelmet mi is úgy csináljuk, mintha bioméhészként dolgoznánk, tehát gyakorlatilag bioméhészként lehet fölfogni. Mondja Kis Mihály, aki akác és napraforgó mézére kapta az arany minősítést. A másik aranyunk a napraforgó méz volt, amit a helyi napraforgó távára vittük ki a méheket, és a helyi, tehát a saját napraforgó földünkön gyűjtötték, nyilván másról is, de meghatározó volt a saját napraforgó virágzásnak a begyűjtése. Én úgy gondolom, hogy tehát az idei rendkívüli nagy szárazságban a napraforgó virágzáskor nem volt más virág, és rendkívül tiszta napraforgó mézet tudtunk gyűjteni, ami színben és aromában is egyértelműen szerintem a legjobbak közé tartozik. A bronzérmes mézünk a virágmézünk lett, amelyek, tehát azt nem tudjuk, hogy, mert az nem fajta méz, mert a fajta mézek akkor tudunk fajta mézet előállítani, amikor koncentráltan virágzik egy növénykultúra, akár az akác, a repce, a napraforgó. A virágméz az egy általános gyűjtőfogalom, hisz ebbe mi méhészek sem igazán tudjuk, hogy mikor milyen fajta méz van. Sejtjük, hogy van benne bükköny, esetleg facélia, aszott virág, bármi, ami akkor az adott időszakban virágzik, a méhek megkeresik és begyűjtik. Az akác mellett a facélia méze is felkapott lett most Kis Mihályéknak. Évek óta van már ilyenük, de most nagyon népszerű. A facélia méz van Karcagon, egy vállalkozás, aki vetőmagokat termeltet, és a szortimentben benne van a facélia. Mert Karcagon azért nem volt jellemző igazán a facéliának. A gyerekkoromban termeltünk, vagyis termeltek, és akkor tudtunk facélia mézet gyűjteni. Most van lehetőség, csak nem mindig sikerült tisztán. És
mivel most aránylag tiszta a facérimézünk, ez rendkívül zamatos. Nagyon jó ízű tud lenni, gyakorlatilag betegszik az akáca, tehát aromába még az akáca egy semleges ízű, a facérimézünk különleges, nem tudom igazán megfogalmazni, de ezt meg kell kóstolni. Tehát ez olyan, ezt nem lehet elmondani, de rendkívül ízletes, és tehát tejába is ugyanakkor, tehát nem nincs annyira markás, mint egy hásméz, de nagyon-nagyon vajas kenyérem pármint, tehát nagyon-nagyon kellemes, jó ízű méz, ez biztos. Kis Mihályé gazdasági éve is vegyes volt, viszont jó hír, hogy év végén nemzetközileg is elismertek lettek, és partnerei lettek egy nagy multicégnek. Hát ez az év, ez attól függetlenül, hogy ennyire esőtlen volt, és ennyire kegyetlen volt a növénytermesztés szempontjából, és a számára is. Tehát azok a növénykultúrák, amelyek őszi vetésűek voltak, vagy tavaszi vetésű és rövid tenyész idejű, azoknak volt valamilyen szinten termés eredménye. Ha jó volt az elővetemény, jó volt, sikerült a műtrágyázást egy kalászosnál eltalálni, akkor volt valamilyen szintű termés. A kukorica, a cirok, töknél gyakorlatilag nem beszélhetünk termésről, mert nem volt igazán mit betakarítani. A mi gazdálkodásunk az nem szokmányos, mert nem szokmányos. Én 20, emlékeim szerint 24 vagy 25 évvel ezelőtt készítettünk egy lazítót magunknak, tehát én a szántás nélküli talajművelésnek vagyok az elkötelezett híve, amely meggyőződésem, hogy ez a jövő, hisz ha nem forgatunk, nem teszem tönkre a talajszerkezetemet, és a földben tudom jobban tárolni a vizet. Azt a icipici vizet, ami ahhoz képest, gyerekkorunkhoz képest, hogy mennyire kevés a csapadék relatíve, tehát annak a leesett csapadéknak minden milliméterére szükségünk van, hogy ezt be tudjuk tárolni a talajba, és ha a növénynek szüksége van rá, akkor a növény ezt a vizet föl tudja venni. Ehhez kell az, hogy amennyire lehet az összes szerves anyagot a talajon hagyom, nem forgatom meg alatt, nem szárítom ki, és már ősszel az őszi alapműveléssel egy menetbe lezárom a talajomat. Ennek elismeréseképpen, illetve használunk olyan növény kondicionálókat, amelyek kimondhatom-e a nevét, amelyek egy nagyon jó minőségű termékeket úgy műtrágyába és úgy levélen keresztül felvett úgynevezett lomtrágyákat gyártanak. Hosszú évek óta tart a kapcsolatunk, és szemmel láthatóan látszik, hogy ezt használjuk, és ennek a elismeréseképpen ennek a gyártó cégnek a mintaframja lettünk, amely szintén nagy büszkeséggel tölt el bennünket. Gyártanak hidegen sajtolt olajokat is, amihez az alapanyagot is maguk állítják elő, így tudnak folyamatosan minőséget biztosítani. Mi gyártunk hidegen sajtolt olajokat, ezek a hidegen sajtolt olajok nagy részét mi állítjuk elő az alapanyagját. Ennek a technológiának köszönhetően én úgy gondolom, hogy jó minőségű az alapanyagunk, és ezeket a olajokból szoktunk minden évben, Londonban van a úgynevezett Great Taste, ahol azért nagyon, ez egy nagyon rangos nemzetközi élelmiszeripari megmérettetés, és hál' Istennek az idén is kaptunk elismerést, tavaly is kaptunk, remélem, hogy jövőre is lesz olyan olajunk, amelyik fölkelti a versenybírák érdeklődését. Kis Mihályék családi vállalkozása 0-24 órás, azaz mindent erre tettek fel, de az idei év fejlesztésére nem maradt önerő, külső segítségre is szükségük lesz.